Hazánk környezeti állapota ma még legalábbis lehetővé teszi, hogy a ház körül gyakori madarak emberi segítség nélkül is átvészeljék a telet. Ennek ellenére az etetés nagy könnyebbséget és biztonságot jelent nekik, nekünk pedig rengeteg megfigyelési élményt. Az énekes madarak téli etetésével kapcsolatban szerencsére mostanra elmondható, hogy beépült a köztudatba az ezzel kapcsolatos aranyszabály, ami így szól, ha egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba. A madarak ugyanis gyorsan megszokják és számítanak az etetőhelyek nyújtotta táplálékra, olyannyira, hogy évről évre akár messziről is visszatérnek a stabil etetők közelébe telelni. Az etetőre járó kistestű, gyakran alig 4,5-10 g körüli testtömegű madarak számára mínusz 10 Celsius fok alatti hőmérsékleten tartalékaik csak arra elegendőek, hogy át tudják vészelni a fagyos éjszakát. Így ha másnap nem tudnak eleget táplálkozni, könnyen elpusztulhatnak a következő hideg éjszakán. Természetesen kerülhetünk olyan élethelyzetbe, hogy nem tudunk folyamatosan etetni. Ilyenkor, ha van néhány napunk az átállásra, naponta csökkentsük a kihelyezett teleség mennyiségét. A madarak érzékelve a táplálék megfogyatkozását egyre nagyobb körben keresgélnek, majd tovább állnak a környékről. További segítség az is, ha az etetést lehetőleg nem a tél leghidegebb napjaiban hagyjuk abba. A téli etetőkön alkalmazható madárellenségek három nagy csoportba sorolhatóak, érdemes ezeket együtt ivóvízzel kiegészítve alkalmazni. A legfontosabb téli madárellenség a nem sózott, nem pirított, magas olajtartalmú fekete napraforgó, amibe érdemes apró szemű magvakat keverni. Ezek mellett a natur, dió, mogyoró, pisztácia is potenciális téli madárellenség. A másik fontos téli etetőanyag az állati zsíradék, a kacsa, liba és sertéshály, a sertés zsírszalonna, illetve a ma már sok helyen kapható cinkegolyó, vagy éppen a lágysajt vagy vajtégla. Végül a harmadik lehetséges madárellenség az alma. Ezeket egyszerűen szúrjuk fel a bokrok és fák ágcsonkjaira, de néhányat a talajra is tehetünk.